cuppantél ma. Köszönöm szépen. Tök most jó így... volt rád nézni amúgy, hogy most így kaptál egy lendületet az egyéni szakaszra, és megvan az a fókusz, ami majd így jövő hétre kelleni fog. Neked milyen volt amúgy? Mennyivel volt nagyobb váltás? Mennyi érzés így felelevenedik bennem. Nekem olyan volt, mint egy másik játék amúgy. És tényleg olyan fura volt ahhoz hozzászokni, hogy nem egy csapatért futok, meg nem azért játszok, hogy hozzak egy újabb pontot, hanem csak én vagyok, és egy kicsit úgy önzően kell játszani a játékot, és nekem teljesen más mentalitás kellett hozzá a végén. Amikor eszembe jut a harmadik évad egyéni szakasza, akkor mindig egy kicsit elérzékenyülök, és igazából most is ráz a hideg, mert nekem szerintem az a legszebb időszaka volt a játékomnak, és igazából pont ezért tartok a jövő héttől, mert nekem olyan magasra tette a lécet az az előző évados egyéni szakasz, hogy attól tartok, hogy idén nem lesz ugyanolyan, vagy hogy én nem fogom tudni hozni ugyanazt a formát, és tudom, hogy ezeket a gondolatokat el kell hessegetnem, és megint ugyanúgy odaállni az egyéni szakaszhoz, és nem azon gondolkozni, hogy tavaly milyen volt, hanem tényleg itt a jelenben lenni, megélni, és csőlátással csak menni előre. De azért te is nagyon sokat tanultál, meg fejlődtél, amióta itt vagy. Legalábbis tök szépen látszott, hogy hogyan alkalmazkodsz, és hogyan javítod ki a hibáidat. De jó. Igyekszem, és inkább én magamon azt látom, hogy nem vagyok annyira makacs és önfejű. Mostanra nyugodtam meg, éredve az a sok minden, amit ti is mondtatok nekem, meg én is észrevettem, és hát bízom benne, hogy elég lesz. Nagyon reménykedtem abban, hogy ha majd a verseny ezen szakaszába járunk, akkor minden be fog érni, és össze fog állni az a sok dolog, ami történt az elmúlt hónapokban. És bízom benne, hogy amikor elfordulunk az utolsó hétre, akkor tudom majd hozni azt a fókuszáltságot és azt a felkészültséget, ami bennem van.